Kedves nézőink, a Gemini Televízió stúdiójában szeretettel köszöntöm a Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelőjét, Kristóf Sándor, tűzoltó alezredes urat. Köszönöm szépen, hogy itt van nálunk. Jó napot kívánok, én is köszöntöm a kedves nézőket. Kedves nézőink, a mai témáink között nagyon sok minden szerepel. Beszélni fogunk a járványhelyzet ideje alatti megváltozott munkáról, az elmúlt napok esőzéseiből fakadó viharkárokról, prevenció is lesz a mai adásban, de mindenek előtt beszéljük meg a katasztrófavédelem szót, mint olyan. Mit is jelent, mert viccesen megjegyezte Tamás az néhány perccel ezelőtt, hogy védjük a katasztrófát? Köszönöm a kérdést. Nem védjük a katasztrófát, hanem igyekszünk megelőzni. Lényegében a katasztrófavédelem, mint szervezeti egység és szervezeti átalakulás, tűzoltóságok átalakultak, semmi más nem történt, mint egy szolgáltatás kibővítése a lakosság felé. Értem ezt, hogy nem csak tűzoltás és műszaki mentést hajtunk végre, hanem ez a lakosság irányába történő szolgáltatás kibővítése. Ez egyrészt az iparbiztonság megjelenésével, tehát értek itt egy veszélyes áruszállítás, veszélyes technológiák ellenőrzésével, minden olyan ellenőrzés, nyomonkövetés, felügyelet, ami adott esetben az emberi élet és testi épségét, mint veszélyes anyag veszélyeztethet. A másik oldal a polgárvédelmi tevékenység, ahol divatos szó, illetve már egyre jobban elterjedt lakosság védelmi intézkedések, hiszen egy adott tűzeset során, amikor a tűzoltó kollégák kimennek az adott helyszínre, eloltják mondjuk a lakóépület tüzét, akkor bizony nem minden esetben megoldott az érintetteknek az elhelyezése. Ezért van szükség lakosságvédelmi intézkedésre, a polgári védelmi szakterület felveszi az önkormányzattal a kapcsolatot, és az önkormányzat segítségével igyekszünk gondoskodni az érintettek elhelyezéséről. A harmadik szegmens pedig ugye a hatósági tevékenység, tűzvédelmi hatósági tevékenység, ahol a vonatkozó tűzvédelmi követelményrendszer előírásokat tartatjuk be, igyekszünk betartatni azokkal a cégekkel, mondjuk használatba vétel, létesítés vonatkozásában, akik tevékenységet kívánnak működési területünkön folytatni. Hát ez egy nagyon széles terület, igen. És nagyon sok mindenre oda kell figyelni, és a hatóság szó, amikor úgy bevillan az embernek az agyába, akkor ott bizony jönnek a különböző úristen, most akkor mit fognak előírni, ha nem teljesítem, akkor mi fog történni, és egyáltalán. Tehát azért ez egy eléggé fontos terület, és többnyire ilyenkor jön az, hogy vajon bírságolnak, nem bírságolnak, kapok büntit, nem kapok büntit. Én azt gondolom, hogy mint hatóság, valóban arra asszociálódik az ember, hogy hatóság, akkor bírság. Ez nem így van. A hatóságnak az az elsődleges feladata, hogy a biztonságot szavatolja. Tehát igen, azokkal szemben szankció van és eljárás indul, akik nem tartják be a törvényi kötelezettségeket. De ez pont a közösség védelme érdekében történik. Járvány időszak. Nagyon szép, vagy nem szép, 98 napot töltöttünk. Szépet, mert ugye működött a Maradj Otthon, és a családok végre hosszabb időtartamra együtt tudtak lenni. Ugyanakkor nem szép, mert hát nagyon sok szabályt be kellett tartanunk mindannyiunknak. A kirendeltségen milyen szabályokat kellett átalakítani? Hogyan működött a tűzoltóság, a katasztrófavédelmi kirendeltség? Amikor a veszélyhelyzetet a kormány kihirdette, összehívták Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon az operatív törzset, és ott egyértelműen meghatározták, hogy mik azok a szakmai feladatok, amit végre kell hajtsunk. Az állomány érdekében ahhoz, vagy annak vonatkozásában, hogy a mentő tűzvédelmi tevékenységet a lakosság számára maradéktalanul biztosítani tudjuk. Ilyen például a teljes laktanyazár bevezetése, tehát idegenek, külsősök nem jöhettek, az ügyfélfogadás elektronikus úton történt, a különböző ügyek bejelentése elektronikus vagy telefonos úton történt, adott esetben a készenléti állomány szolgálata váltása gyors váltásban került kialakításra, tehát a leadó szolgálati csoport és az átvevő szolgálati csoport nem találkozhatott
egymással, az esetleges megbeszélni valókat, egyeztetni valókat elektronikus úton, illetve a vezeték útján kerültek végrehajtásra, illetve ezzel biztos védőeszközök kiosztása, de a különböző tájékoztató anyagok, hogyan fertőtlenítsük, milyen időközönként a laktanyát, pandémiás tervet készítettünk, mik azok az elsődleges tennivalók, hogyha például egy adott szolgálati csoportban a megbetegedés jelentkezik, hogyan történik az elkülönítés, milyen protokoll szerint történik a tünetet produkáló kollega orvosi ellátásban történő részesítése, majd ezután milyen fertőtlenítési tevékenységet kell végrehajtani. Tehát elég széles körű intézkedéseket tettünk meg annak érdekében, és én azt gondolom, hogy bevált és működött, és nem győzöm hangsúlyozni az állományunknak a fegyelmezett hozzáállását, a magatartását mindkét hivatásos tűzoltóparancsnokság vonatkozásában. Itt ugye Monor és Dabas hivatásos tűzoltóparancsnokságot értem, hiszen a kirendeltség felügyelete és irányítása alá ez a két parancsnokság tartozik, amivel a kollégák hozzáálltak és biztosították ezt is. Nem volt ilyen jellegű megbetegedés, influenza-szerű volt, egyértelműen megállapításra került, de automatikusan indult a protokoll, és mint megelőző intézkedés a laktanya fertőtlenítésre bármikor, tehát megyei szinten a Pilis mentőcsoportnak az ózonizáló gépével történő fertőtlenítés folyamatosan rendelkezésre állt. Ebben az időszakban külön plusz feladatot kapott-e a tűzoltóság, illetve a két kirendeltség, illetve volt-e arra vonatkozóan bármiféle terv, vagy előírás, szabályzat, hogy ha valakihez mégis menni kell, akinek bizony kint van a kis piros cédula, hogy akkor ő most karantén alatt van, akkor mondjuk egész másképp kellett végezni a munkát? Természetesen. Tehát a pandémiás tervünk az egyrészt a belső életünket szabályozta, másrészt pedig a beavatkozási tevékenységet. Mi van akkor, hogyha ez az adott járvány kiterjed széles körben, elterjed, tömeges megbetegedések keletkeznek adott esetben, ki kell vonulni egy olyan helyszínre, ahol a kis piros tájékoztató felhívás kint van a kapun. Egyértelműen szabályoztuk, hogy ilyen esetben egy fokozottabb védőeszköz használatot rendeltünk el, és akár egy ajtónyitás keretén végrehajtása érdekében is fel kell venni a légzésvédelmi, izolációs légzésvédőeszközt, ami a környezettől teljesen függetleníti az adott kollégát. Majd a beavatkozás végrehajtása után mind az eszközt, mind a felszerelést fertőtleníteni kell. Volt ilyenre példa? Olyanra, hogy ilyen figyelmeztető, figyelemfelhívó cédulánál kell beavatkozni, nem volt. Olyan volt, hogy balesetnél mondjuk fertőzés gyanús állampolgárok voltak, ezért ugye itt értek külföldi kamion, külföldi rendszámú kamionra, hiszen átmenő forgalom az ugyanúgy ment, csak pontok bevezetésével. Ha ilyen esetben volt, hogy eszközt felszerelést kellett fertőtleníteni. Nagyon érdekes életük lehetett a tűzoltóknak ebben az időszakban, most pedig átérünk egy újabb érdekes időszakra, mégpedig a viharokra. Hát az elmúlt napokban azt hiszem, hogy nem panaszkodhattunk, hogy nagy szárazság lenne. Volt bőven eső is, meg ebből keletkezően kár is. Mielőtt erre rátérnénk, azért engem érdekelne, hogy vajon az a bizonyos applikáció, amit mindenki le tud tölteni az okostelefonjára, és már Gere Imre kirendeltségvezető úrra számtalanszor beszéltünk róla, vajon hányan használhatják? Hát nevezetesen a vészről beszélek. Ugye többek között közlekedési balesetekről, vagy éppen tűzesetekről is a tájékoztatást. Na de hát a meteorológiai szolgáltatás is benne van, és ott is jön a riasztás. Igen, egy nagyon hasznos applikációról van szó. Szóval egy pár kis statisztikát hozzak. Összesen Monor kirendeltség, tehát Monor hivatásos tűzoltóparancsnokság és Dovas hivatásos tűzoltóparancsnokság vonatkozásában 141 esemény történt május 1-től a mai napig. Ami nem kevés esemény, ez ugye 70 volt, 70-es szám, ami műszaki mentés jellegű, ez a közúti baleset, viharkár, fakidőlés, vízhivatás, személymentés, ez a 70 esemény tartalmazza. Monor vonatkozásában, Monor HTP vonatkozásában ez 39. Tehát mondhatjuk azt, hogy
majdnem kicsivel több, mint a fele ezen eseményszámoknak megoszlása. Monorváros vonatkozásában ugye 22 történt, ebből 11 volt, ami konkrétan viharkára vezethető vissza, itt 7 darab vízszivatás és 4 darab fakidőlés történt. És igen, visszatérve az applikációra, egy nagyon hasznos és nyomon követhető segédeszközt lehet alkalmazni, és itt ragadjam meg azt a lehetőséget, hogy a nézőket tájékoztassam, hogy bizony ők is tudnak tenni az egy-egy viharkár mérséklés ügyében. Gondolok itt mondjuk az önkormányzat, illetve a közterületen lévő vízátereszek állapotára. Igen, tudjuk, hogy az önkormányzat feladata, hogy tartsa rendben, használható módon a vízelvezető árkokat. Rendben. De ugye többször esik az eső, ennek következtében a növényzet jobban búrjánzik. Nem biztos, hogy az önkormányzatnak folyamatosan rendelkezésre áll az a munkaerő kapacitás, amivel az egész városnak a vízelvezető rendszerét tisztán tudja tartani, akár még a vízművek a bevonásával sem. És én visszaemlékszem gyermekkoromban, amikor valahogy elvárás volt az, hogy a házam előtt lévő, vagy a házunk előtt lévő terület az tiszta legyen, rendezett. Ugye régen volt ez a tiszta udvar, rendes ház. Most is van egyébként, mondom. Ennek nagyon örülök. Tiszta udvar, aminek alapkövetelménye volt, hogy milyen az arculata a házamnak, annak az épületnek, ahol lakom. És én azt gondolom, hogy én, mint monori lakos, nagyon sokat tudok tenni annak érdekében, mondjuk levágom a füvet, kiszedem a szemetet, biztosítom az áteresznek az átfolyó képességét, ezáltal előfordulhat, hogy nem jön be az én portámra a víz. Tehát kicsit felelősségteljesebb lakossági magatartásra van szükség, én azt gondolom, amivel közösségünk életét jobbá tudjuk tenni. Hát már ott is meg tudjuk akadályozni, hogy ne duguljon el az árok, ha egyáltalán el sem dobjuk a szemetet, hiszen azért, ha csak monort nézem, akkor rengeteg helyen el van helyezve a szemét, a hulladékgyűjtők is lehetőség. A vész egyébként időben küldi a riasztásokat az Igen. egyes eseményekről? Igen. Hány Igen. perccel előtte, mielőtt megérkezik, mondjuk leszakad az ég? Jó kérdés. Jó kérdés, nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést. Igen. Az elmúlt napokban ugye voltak riasztások. Monor HTP-hez mekkora terület tartozik egyébként, meg a Dabasihoz is? 15 település tartozik Monor hivatásos tűzoltóparancsnokság, és 18 Dabas hivatásos tűzoltóparancsnoksághoz. Ez körülbelül kirendeltségi szinten 200 ezer fő. Hogyha azt nézem, hogy Nógrád megyében a lakosság szám 200 ezer fő, akkor kirendeltségi szinten egy Nógrád megye méretű területért felelünk, és látjuk el a mentő tűzvédelmi tevékenységet. Akkor, amikor érkezik egy ilyen bejelentés, akkor ott aki felveszi ezt az értesítést, az hogy tudja eldönteni, hogy valóban nagy erőkkel kell kivonulni, vagy csak elég egy állománynak, egy kis részlegnek kimennie egy esethez? Kollégák megfelelő kiképzést kapnak. Ugye változott a riasztási rendszer, 112 bemegy a központba, a központ átkapcsolja a területileg illetékes megyei műveletirányításhoz, amely műveletirányítás pár ellenőrző kérdést feltesz, és el tudja dönteni, hogy milyen az adott esemény, mekkora erővonultatására van szükség, és az adott területileg illetékes HTP erői riasztásra kerülnek. Ha maradunk az adott viharkáros időszaknál, akkor a riasztási rendszerünk egy faábrát jelöl, és az adott művelet irányító azt mondja, hogy családi ház, vagy közút, vagy lakóépület érintettsége, vagy pincébe befolyt, vagy nem folyt be az adott víz udvaron áll. Tehát ezeket bekattintgatja, és egy exakt információt, elsődleges információt ad. De minden esetben az adott tűzoltás vezető, vagy műszaki mentés vezető dönti el az adott helyszínen, egy helyszíni felderítés alapján, hogy a leriasztott erők, eszközök elegendőek-e az adott káresemény felszámolásához. Ha nem, értelemszerűen további erőt riaszt, vagy a leriasztott erőket visszafordítja állomás helyére.
ha egyszer van egy ilyen káresemény, és én bejelentettem ezt a 112-es számon, onnantól kezdve nálam nagyon ketyeg az óra, és roppant türelmetlen vagyok, és én azt gondolom, hogy a bejelentéstől számított, mondjuk azonnal ott van egy egység, és segít nekem. Óráknak is tud tűnni az a pár perc, mi alatt kiér egy csapat, hogy segítsen rajtam. Mit kell nekem lelkileg, agyilag, nem is tudom, hol tennem ahhoz, hogy ez a feszültség, ez úgy lentebb legyen, hogy biztosan jönnek, hogy biztosan itt lesznek. Mennyi idő alatt lehet egyébként egy káreseményhez kiérni? Ha megkapjuk a riasztást, attól az időponttól kezdve törvényi kötelezettségünk az, hogy tehát éjjel-nappal 2 percen belül a beavatkozó állománynak el kell hagyni a laktanyát. És akkor itt számoljunk egy átlagvonulási idővel, 1 kilométer körülbelül 1 perc alatt tudjuk megtenni. Ez mondjuk függ attól, hogy milyen időjárási körülmények vannak. Tehát száraz idő, nem kell félni attól, hogy megcsúszik az autó, nincs eső, nincs jég, nincs olyan akadályozó körülmény. Átlagban 1 perc per kilométer, ez ugye időjárástól függően. És igen, hosszúnak tűnik az idő, amit kiérnek a kollégák, de én azt gondolom, hogy a munkánkat nagy mértékben segíti, hogyha exakt információt kapunk már a bejelentéskor, hogy mire számíthatunk. Tehát nem mindegy, amikor az ember, tudom, vonulós koromban én is úgy, ha volt információm, akkor már előre egy protokoll lejátszódott az ember fejébe, hogy igen, ki mit csinál, mi az elsődleges feladat, életmentés, tűzterjedés megakadályozása, oltóanyag utánpótlás megszervezése. Tehát egy tűzoltás vezetőnek azért nagyon sok mindenre kell gondolni, és minél több információ áll a rendelkezésünkre, annál hatékonyabban és gyorsabban tudjuk végrehajtani magát a beavatkozást. Nem mindegy, hogy azt mondja, hogy jó napot kívánok, tűz van itt, és kérem, hogy vonuljanak, és akkor leteszi a bejelentő a telefont, hiszen ez okot adhat arra, hogy mondjuk a főváros vagy a megyei műveletirányításnál azt gondolják, hogy esetleg nem játszik valaki, és akkor megpróbálják visszahívni. Már telik az idő. Jó napot kívánok, műveletirányítástól vagyok. Ön telefonált? Igen, igen, ég, jöjjenek már, hát mondom, hogy ég. És akkor beindul a protokoll. Tehát ezekkel a pontos információadással, tehát az, hogy megnyugszom, és akkor megpróbálom elmondani, hogy mi ég, mit veszélyeztet, életveszély van-e, személyisérülés történt-e, veszélyes anyaggal kell-e számolni, gázpalack van-e a helyszínen. Nagyon fontos dolgok, olyan információk, amit a kiérkező egységek hatékonyan fel tudnak használni a beavatkozás során. És ha már a vonulásról beszélünk, akkor így hirtelen felrém lett előttem, hogy amikor én meghallom a szirénának a hangját, akkor azonnal a tükörbe nézek vezetés közben, hogy úristen, honnan, merről jöhet. És amikor látom, hogy jönnek a kollégák, akkor bizony kiteszem az indexet gyorsan, és igyekszem minél jobban lehúzódni. Segítőkészek az autósok vonulás tekintetében? Tehát tud suhanni a tűzoltó autó? Az, hogy suhanunk vagy nem suhanunk, ez ugye a közlekedési körülmények határozzák meg. Én azt gondolom, hogy az emberek azok igyekeznek segíteni a megkülönböztető jelzést használó járműnek. Ez ugye lehet mentő, lehet rendőrség, lehet tűzoltóság. De én azt gondolom, hogy a gépkocsi vezetőink egyik fontos feladata, hogy az adott közlekedésben résztvevő másik személy gondolkodását is figyelembe vegyék. Tehát valaki beletapos a fékbe. És ezt ugye nekünk, tehát 10 tonnával mennek a kollégák. Azért nem egy 5 méteren belül fog megállni az a tűzoltógépjármű. Tehát ezt figyelembe kell venni, vagy lehúzódnak, vagy nem húzódnak le, hanem elkezdenek gyorsítani. Tehát bizony kérdést visszatekintve segítőkészek, de nekünk is nagyon körültekintően kell a vonulást végrehajtani. Azt nem tudom, hogy a meteorológia szolgálattal mennyire tartják a kapcsolatot a kirendeltségek, de feltételezem, hogy valamilyen szinten muszáj. Azt sem kérem most, hogy jósoljuk meg, hogy ez az esős időszak és ez a nagyon változékony időjárás mikor múlik el, de egyszer el kell, hogy jöjjön az a pillanat, amikor szárazság lesz, amikor 30 fok felett lesz majd a napi hőmérséklet, és akkor innentől kezdve egy új feladat fog előtérbe kerülni. Beszéljünk a tűzgyújtásról. Milyen típusú tüzeket tudunk mi gyújtani? Igen.
nem is tűzgyújtással kezdeném, hanem szabadtéri tüzekkel, úgy, mint hogy milyen típusúak lehetnek, lehet belterületi vagy külterületi. A belterületi égetés szabályai idén még, tehát hangsúlyozom, hogy idén, hiszen már tudjuk, hogy a parlament megszavazta, hogy január 1-től az égetés megszűnik. Eddig is úgy volt, hogy ott, ahol egyéb rendelkezés nem áll. Hát rendelkezésre. Rendelkezésre, igen. Ott nem lehet égetni. Tehát ergo az önkormányzatnak szabályozni kellett a belterületi égetést, itt is hangsúlyozottan a növényi hulladék égetését, és lehetőleg a száraz növényi hulladék égetését, hiszen jó nedves diófa levele is tudott csodákat művelni, lakosok nagy örömére. Tehát ott, ahol szabályozva van, ott lehetett, de szemetet nem lehetett égetni. Ahol nem volt szabályozva, volt olyan önkormányzat, ott nem volt égetés. A külterületi égetés az módosult, tehát egy kis könnyebbség jött be, eddig ugye be kellett jelenteni, illetékköteles volt tízszer, ez megszűnt, most már csak bejelentés kötelezettség van a Pest megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság felé, hogy kültéren égetni szeretne területet, le akar égetni valaki. És akkor itt jön az a rész, hogy tűzgyújtási tilalom. Lehet égetni, vagy nem lehet égetni. Ezt is az önkormányzatok válogatják. Ugye a tűzgyújtási tilalom esetén, amikor azt mondják, hogy tűzgyújtási tilalom van, akkor a fásítások és erdők 200 méteres körzetébe nem lehet égetni. Nem lehet tüzet gyújtani. Bográcsozni sem, főzni sem, semmit nem lehet. Azon túl pedig van olyan önkormányzat, aki azt mondta, hogy ha a központilag azt mondják, hogy tűzgyújtási tilalom van, akkor nálam se lehet égetni. Egyébként ez a legegyszerűbb, mert akkor biztos nem lesz baj. Igen. Igen? Kérem, hogy folytassa. Bocsánat, hogy megakasztottam itt a beszélgetésben. És volt olyan önkormányzat, aki azt mondta, hogy nála lehet, tehát értelemszerűen ezen területen kívül lehetett égetni. Azért én még emlékszem annak idején gyerekkoromból a tarló égetésre. És nem nagyon emlékszem gyerekkoromból, hogy voltak tűzgyújtási tilalmak, bár lehet, hogy akkor még nem figyeltem a híreket annyira. Minden esetre az egy szép látvány volt. És én nagyon-nagyon szerettem az illatát, bocsánat. A tarló égetés az egy olyan dolog, hogy amikor a mezőgazdaság szempontjából fertőtleníteni szeretnék azt az adott megművelendő talajt, akkor hajtják ezt végre. De ennek is megvannak a szabályai. Tehát bizonyos méretű, körbetárcsázott területet ki kell alakítani. A tűzoltáshoz szükséges eszközöknek rendelkezésre kell, hogy álljon. Egyszerre meghatározott területet lehet égetni. Az égetést folyamatosan felügyelni kell. Tehát lehet, meghatározott módon, és meghatározott céllal. Tehát az, hogy nem tudok mit csinálni a törekkel, és felgyújtom, az nem egy járható megoldás. Az, hogy a területem termelékenységét akarom fokozni, ez egy járható út. Ezt egyébként ellenőrzi a katasztrófavédelmi kirendeltség? Sőt, tovább megyek akkor, amikor nem jelentik be. Akkor gondolom különös tekintettel. Ha szabadtéri tűzhöz vonulnak a kollégák, akkor a hatósági tevékenység során, nekik van ilyen feladatuk is, sima vonulós tűzoltóknak, jegyzőkönyvet készítenek. Ez lehet szabadtéri tűzesetet követően, amikor ott van valaki, tehát felügyelet mellett történik az égetés. Lehet mondjuk egy erdősítés, ahol technológiai tűz van, tehát tarmágást hajtanak végre, és elégetik a gajat. Ilyenkor, ha ez bejelentett szabályszerű, akkor téves jelzés, tehát nem minősül tűzoltói beavatkozásnak, tehát felügyelet mellett ott hagyjuk, és akkor szépen elvégzi a munkálatot. De bizony van olyan, amikor szabad területek égnek, és nincsen ott senki, láthatóan szándékosan történt a gyújtás. Ilyenkor is veszünk fel jegyzőkönyvet, és különböző hatósági eljárások indulnak meg ezeken a vonalakon. Egyébként a kert tulajdonosok, tehát akik olyan ingatlanban laknak, ahol tartozik X méretű, X négyzetméterű terület, és be van füvesítve, és neki lát bográcsolni, szalonnát sütögetni. Ebből fakadóan voltak az elmúlt években károk, amihez ki kellett vonulni a tűzoltóknak? Természetesen, tehát a tűz az egy nagyon jó dolog. Összehoz a családot, jókat lehet főzni, kapcsolatokat lehet építeni. De ugyanakkor megvan a... Igen.
megvan a veszélye is. És igen, volt olyan, amikor egy-egy ilyen bográcsozásból, vagy adott esetben kerti munkából adódóan a tűz elterjedt, és mondjuk családi házra terjedt, nagyobb kárt okozott. Tehát itt is hangsúlyozom a megelőzés fontosságát. Lehet végezni, de legyen ott egy kanna víz. Legyen ott egy lapát, legyen ott olyan eszköz, amivel végre lehet hajtani. Sőt, tovább megyek, ahogy az ember idősödik, abba a csapdába esik bele, hogy még mindig enyém a világ, és a fizikai korlátokat nem veszik figyelembe, és nem egy olyan esemény volt pályafutásom alatt, amikor bizony személyisérülés is történt, mert az idős, égetés végző személy adott esetben nem tudott elmenekülni az elterjedő tűz elől. Hiszen ő azt gondolta, hogy képes kordában tartani, és egy szél következtében hirtelen gyors tűzteredés valósult meg. A nyári időszakban rengetegen végeznek, akiknek földtulajdonuk van, aratási műveletet, mert hát ha ők nem dolgoznának, és nem vetnének, és nem aratnának, akkor vajon nekünk honnan lenne kenyerünk otthon az asztalra. Úgyhogy rájuk is nagyon sokféle fajta feladat és bejelentés hárul, amikor egyáltalán ezt a munkálatot elkezdik. Jelen pillanatban aratás előtt vagyunk. Ugye július az az aratási hónap. Éppen ezért ennek is van bizonyos kötelezettség, amit teljesíteni kell. Azon üzemeltetők, ahol 5 gépnél több géppel rendelkeznek, gépparkkal rendelkeznek, gépszemlét kell, hogy végrehajtsanak. Ezt a gépszemle végrehajtását a MONOR katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági osztály felé kell megtenni, ahol az ellenőrzés végrehajtásra kerül. Ugye jelen pillanatban a veszélyhelyzet következtében ezen gépszemlék ellenőrzése iratbekéréssel történt, de természetesen, hogyha mód és lehetőség van, már pedig miért nem, hiszen a veszélyhelyzetet most jelen pillanatban visszavonták, egy teljesen más készültségi fokon vagyunk. Azért itt említem meg, hogy nem szabad felelőtlenül kezeljünk ezt a járványhelyzetet, hiszen még mindig járványügyi készültség van, bár a veszélyhelyzetet visszavonták. Tehát amennyiben mód és lehetőség van rá, ki fognak menni a kollégák az aratást végző gépeknek a tűzvédelmi megfelelőségét ellenőrzni, ahogy eddig is minden évben megtettük. Hiszen nagyon fontos, én azt gondolom nemzetgazdasági szempontból, hogy valóban, ahogy ön mondta, megfelelő mennyiségű gabona álljon a rendelkezésre. A lezredes urat egyébként nagyon sok helyen jól ismerik, hiszen számtalan előadást tartott már különböző lakossági fórumokon a lakástüzek tekintetében. Többek között ilyen volt, amit mi rögzítettünk és adásba is küldtünk még valamikor a veszélyhelyzet ideje előtt. A Monori Szépkorúak Fórumának az egyik előadója volt a lezredes úr, hogy ezt a Monori Önkormányzat szervezte, egy jó hangulatú előadásnak lehettek tanúi. Hát a lakástüzeknek nem tudom, hogy arról most így nyári viszonylatban érdemes-e egyébként erről beszélni, vagy van-e egyáltalán, inkább így teszem fel a kérdést, vannak-e az évnek különböző szakaszai, amikor ez nagyon előtérbe kerül? És a nyári ilyene? Igen. Érdekes. Az a tapasztalat, ugye minden egyes időszaknak megvan a maga jellemző vonulata. Tehát a téli időszak, műszaki mentés, közúti baleset, karácsonyfa tűz, tavaszi időszak, esőzések, rendkívüli időjárás, kicsit megfűszerezve nyári időszak, tavaszi időszak, szabadtéri tüzek, de mint otthon jellegű tűzeset, az minden időszakban jelen van. Sőt, azt figyeltük meg az elemző értékelő tevékenységünk alapján, hogy veszélyhelyzet kihirdetésével, ahogy az emberek otthon maradtak, az otthon jellegű tűzeset számok minimális módon, de megugrottak. Ugyanúgy a szabadtéri tűzeseti számok is, hiszen több idő volt az embereknek egy kicsit szépíteni, csinosítani a környezetüket. Tehát valóban jelen vannak. Itt inkább a súlyponti áthelyeződést jeleníteném meg, hiszen a lakástüzek vonulatában egy 30%-os emelkedést figyeltünk meg, ami ellen, mint lakossági gondoskodás oda lehet figyelni. Ez történhet mondjuk az elektromos meghibásodás következtében. És itt gondolok arról, hogy mondjuk egy részvezeték alumínium vezetékkel össze van kötve. Ott ugye oxidációs folyamatok
keletkeznek az oxidációs folyamat során, keresztmetszet csökkenés. A keresztmetszet csökkenés következtében nagy átmeneti ellenállás keletkezik, ahol felmelegedés történik, és már is kész a baj. Tehát nem baj, hogyha bizonyos időközönként az elektromos hálózatot felülvizsgáltatjuk. De ugyanúgy beszélhetünk kéménytüzekről. Nem mindegy, hogy mit égetnek. Ugye különböző gazdasági háttérrel rendelkező családok kényszerűségből vagy egyéb okból nem minden esetben használnak tűzifát. Ha tűzifát is használnak, akkor nem minden esetben megfelelő szárazságú tűzifát használnak. Ez is egy fontos momentum. De bizony tapasztaltunk olyan, hogy kényszerűségből egyéb anyagokkal történt az égetés, aminek káros, egészségkárosító hatása van. De a kémények rossz állapotát is említhetem. Fogok kiégetni, nem csináltatják meg, átterjed a tetőre, kész a baj. Vagy háziasszony főz, ott felejti a melegedő olajat, éppen kap egy fontos telefont, éppen jó műsor megy a tévébe, leragad, kigyullad, ami mint tűzkeletkezés vagy tűzet okozó, lakóépület tűzet okozó körülmény fennáll. Itt azért egy álljunk pillanatra, hogyha főzésről van szó, azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy semmi szín alatt ne öntsenek bele még egy pohár vizet sem az égő olajos edényre, hiszen ebben a pillanatban sikeresen fel fogják gyújtani a teljes konyhát, és jó, hogyha ők kisebb sérülésekkel megúszak, tehát biztos, hogy fognak sérülni. És ez egy nagyon fontos megmondani, hiszen kiforrást idézünk elő. Tehát egy forró, egy égő edényzetbe egy 100 fokon gőzzé váló folyadékot öntünk bele. Innentől kezdve nagyon szépen fel fogjuk gyújtani a környezetet. Tehát jobb, hogy a helyes megoldás? A helyes megoldás egy fedővel le kell takarni, tehát el kell zárni a főző helyet, tehát ez lett elektromos vagy gáztűzhely, elzárjuk, és egy edénnyel letakarjuk, vagy egy benedvesített ruhát ráteszünk, és szépen, mivel az égés feltételei közül elveszem az oxigént, az égés táplálóanyagot, ezért meg fog szűnni az égés. Nagyon hasznos tanács volt, nagyon szépen köszönöm. És azt is köszönöm, hogy itt volt ma nálam, és ennyi mindenről tudtunk beszélgetni. Nem fogunk tudni most még információt adni, pedig én tudom, hogy a nézőket nagyon-nagyon érdekli a kéklámpás nap, de abban maradtunk a Ezredes úrral, hogyha ez megrendezésre kerülhet, akkor mindenféleképpen időben elmondjuk majd a részleteket önöknek. Jó munkát kívánok a kollégáknak, Dabas Monoron, és persze az országban is a tűzoltóknak, és nem tudom, hogy kevés munkát, sok munkát? Szerintem az a jó, hogyha a tűzoltók a laktanyában önképzést hajtanak végre, szerelés és elméleti foglalkozást, és nem hivatalból találkozunk a lakossággal, szerintem ez mindenkinek jobb. Akkor én ezt kívánom az egész csapatnak. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, a Gemini Televízió műsorát pedig már is folytatjuk.